szavazott polgármesterre. Dr. Tóth Tibor jegyző urat, a képviselőtestület tagjait, az intézmények vezetőit és pedagógusait, és végül a Csengelei Fúvószenekar volt tagjait, akik a mai napon megtisztelték jelenlétükkel a hangversenyt. Felkérem Kormányos Sándor polgármester urat, ossza meg velünk ünnepi gondolatait, és mondja el köszöntőjét Csengelek község önkormányzatának nevében. Kedves vendégek, tisztelt fellépők, sok szeretettel köszöntök minden jelenlévőt Csengele hagyományos karácsonyi koncertjén. Ismét eltelt egy év, összegyűltünk megünnepelni Szent Karácsony ünnepét. A karácsony, a szeretet, az összetartozás és az emlékezés ünnepe. Amikor is a világ elcsendesül, átszellemül egy pillanatra, és számot ad az elmúlt évről. Csengele idén a Jóisten nem bántotta, csak megpróbálta. Jelesre vizsgáztunk, összetartozásból, kitartásból. Azonban lássuk a jót is, és a rossz emlékek helyett adjuk át most szívünket a büszkeség érzésének, hiszen elmondhatjuk, hogy helytálltunk, megküzdöttünk, újrakezdtünk. A szeretet érzésével pedig tudjuk szívből őszintén ünnepelni és örülni egymásnak. A karácsony egyben a hála kifejezésének az ünnepe, amikor is köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik legtöbbet tettek és teszik értük, közösségünkért. Az idei évben Csengele annyi megpróbáltatása után ünnepelünk és búcsúzunk is egyben. Búcsúzunk, hiszen két nagyszerű szakember, mi már nyugdíjban vagyunk. És ünnepelünk is, mivel két másik orvosunk hatalmas megtiszteltetésben részesült. Kérem engedjék meg, hogy pár gondolattal mindannyiukhoz szóljak. Julika, hadd kérjelek meg, gyere fel a színpadra egy pillanat. Senkinek sem kell bemutatni a falunk Julika néniét, aki meg annyi éven át készségesen állt a legapróbb csengelejek szolgálatára. 1978 óta lelkesen és szakmailag magas szinten végezte munkáját, és ezen a szép 37 év alatt lopta be magát mindenki szívébe. A klasszikus védőnői feladatok mellett mindig igyekezett jó szakmai és emberi kapcsolatot kiépíteni a munkatársakkal, pedagógusokkal, orvosokkal és a lakossággal. Elhivatottságával sokat tett közösségünkért, hiszen küzdött a gyermekszegénység felszámolásáért, jótékonysági feladatokat vállalt, babamama klubot, gyermekmasszástanfolyamot szervezett, hogy segítse a kismamák, anyukákat és a gyerekeket. A véradás szervezésében történő munkásságáért ezüst fokozatú emlékéremmel tüntették ki. Elmondása szerint mégis a legnagyobb elismerés számára az, hogy mind a mai napig a csengelejek előre köszönnek neki, és mindig van hozzá pár kedves szavú. Ahogyan mondani szokta, Csengele nem csak munkahelyet, de otthont is adott neki és a családjának. Ezen csodás 37 év alatt öröm számára azt látni, hogy azok, akikkel annak idején 1978-ban
elkezdte munkásságát, mára már szülők és nagyszülők. Julika néni, Julika, mit is mondhatnék neked? Köszönjük szépen ezt a 37 évet! Ennek a 37 évnek a tiszteletére szeretnénk ezt az emlék plakettet átadni. Henszné Gut Julianna védőnőnek köszönjük a 37 év munkáját. Csengele 2015. 12. hónap 23. Csengele község nevében. Átnyújtanánk az elismerő oklevelet is Csengele község nevében, amelyben hivatalosan igazoljuk, hogy 1978-tól 2015-ig Csengele védőnői munkát végeztél. Hiszen az új védőnőknek nem költözött messzire, csak egy házzal odébb, és úgy van megbeszélve, hogy a következő években még, nézek rá Julika, a következő években még segíteni fog a védőnőnek, ugye? Így beszéltük meg. Marga doktor úr, én nagy tapsokat. Még egy nagyszerű szakembertől búcsúzunk,
hiszen dr. Varga Ferenc doktor úr immáron sok év szolgálat után megkezdte nyugdíjas éveit. Általános orvosi diplomáját 1963-ban szerezte, majd 1972-ben került Besenyszegről Csengerére. Így jegyezném meg, hogy ekkor egy éves voltam. Tevékenységét 1964-től már felesége is segítette egészen 2015. szeptemberéig. A közben eltelt 43 év alatt meg annyi élmény, tapasztalat és emlék gyűlt össze számára és számunkra is. 1 millió főt látott el, amelyből volt olyan nap, amikor 270 beteg ellátására került sor. A külterületen élőket sem hagyta sosem cserben, lelkiismeretesen járta Csengele hatalmas anyavilágát. Gyalog, kerékpárral, motorral, lovaskocsival, lóháton, vagy ha körülmények megkövetelnék azt, akár traktorral is. Minden akadályt leküzdött, a betegeiről volt szó. A beteg látogatásokkal a 43 év alatt körülbelül 1,3 kilométert tett meg Csengele területén. Millió ilyen. 12 gyermeket segített a világra, miközben feleségével 5 csodálatos fiút is felnevelt. Doktor úr mára sokszoros nagypapa, hiszen összesen 12 unokával büszkélkedhet. Házi orvos, felsőfokú társadalombiztosítási szakember, labdarúgómező, egy igazán sokoldalú egyéniség. Magas színvonalú szakmai tudását és munkásságát az évek során többször is elismerték. Főorvos, címzetes főorvos, Besenyszög község díszpolgára. 2013-ban aranydiplomát kapott, és Csongorád megyért emlékérremmel tüntették ki. Orvosi tevékenysége mellett elkötelezett híve volt a sportnak. Vezetésével szép eredmények születtek. Aktív részese volt a csengevei focipálya öltözőjének tervezésében, megvalósításában és kivitelezésében. A sok-sok év alatt számos megpróbáltatással nézett szemben, azonban hitvallása szerint bármi nehéz volt a helyzet, igyekezett sosem a problémák kikerülésére, hanem azok legjobb tudása szerinti megoldására törekedni. Mindig jókedélyű, mosolygós és kedves volt betegeivel. És az a mai napig is. Amiért mi örökké hálásan gondolunk rá. A doktor úrral mindig csodálatos beszélgetni, hiszen rengeteg meséje és története van, akinek mindig van egy kedves szava, jó tanácsa, vagy egy kedves, tanulságos története. Doktor úr, köszönjük szépen, hogy 43 évben át Csengele házi orvosa volt. Mind önnek, mind Ildikének, kedves feleségének, Ildikenének, békés családjuk körében, jó egészségben eltöltött, nyugdíjas éveket kívánok. Csengele község nevében dr. Varga Ferenc címzetes főorvos úrnak köszönjük a 43 év orvosi munkáját Csengele községnek. Amivel tudja doktor úr bizonyítani hitelt érdemlően, hogy 1972 és 2015 között Csengelén végzett odaadó orvosi munkát. Az ember hivatása, hogy megismerje az igazságot. Szeresse a szépet, kívánja a jót, és cselekedje a legjobbat.
Természetesen nem engedhetjük el úgy doktor urat, hogy egy jó, finom, csengelei bort ne adnánk neki útravalónak, nehogy megszomjazzon út közben. Illetve nagyon sajnáljuk, hogy Ildikónél nem tudott ma itt lenni, de ezt nagyon nagy szeretettel elküldenénk neki. Jó bulást kívánunk, és még az Isten tartsonok volt, hogy a nagyon-nagyon hosszú idő. Nagyon jó egészséget kívánom doktor úrnak és Ildikó nénének. Azért volt nekem egy picit nagyon furcsa az előbb beszélni, és felolvasni. Lehet, hogy látszott is rajtam, hogy picit nehezen küzdök a vízzel és a hideggel és a meleggel és az elemekkel. És mint mondtam, ő volt a házi orvosom. Tehát ha valaki tud hozzám használt utasítást biztosítani, ő igen. Mert egy éves korom óta ismer. Meg szeretnélek kérni Renáta, gyere fel hozzám, légy vagy kedves. A 2015-ös évben két másik nagyszerű praktizáló orvosunkat is nagy megtiszteltetés volt. Rényiné, dr. Torontár Elenáta.
1984-ben summa cum laude végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Kabán kezdett el dolgozni ő üzemorvosként és házi orvosként, de szíve mindig visszahúzta Szeged környékére. Így került 1990-ben Csengelére. A házi orvosi munka mellett a mai napig üzemorvos, orvosi ügyeletet vállal, az Orvos Etikai Bizottság tagja, a Budapesti Orvosi Egyetem akkreditált oktatója, aki a leendő házi orvosoknak bemutatja a falu és a tanyák világát. Aktívan részt vesz Csengele közösségi életének szervezésében, a falunapok állandó kiállítója, csodálatos grafikáival, üvegfestéseivel. A tortatúra kitalálója, szervezője, a Tollas Klub aktív tagja. És miért választotta az orvosi hivatást? Elmondása szerint azért, mert mindig orvos szeretett volna lenni, házi orvos, falusi házi orvos. 25 éves munkásságáért címzetes főorvosi címmel tüntették ki, amelyhez most mi csengelejek és őszintén gratulálni szeretnénk. Elismerő oklevél Csengele község nevében Rényiné dr. Tolontári Renáta részére, aki orvosi munkájáért kiérdemelte a címzetes főorvosi cím használatát. Én szeretném megköszönni azt a helytállást Renátának, mert most is lehet, hogy nem látszik rajta, de egy picit beteg, úgyhogy nem tudjuk, hogy most kihez meg majd gyógyítást kér. De akkor, amikor doktor úrral megtörtént ez a probléma, hogy egyik pillanatra a másikra abba kellett hagyni a praktizálást, akkor Renáta másnap elkezdte, és azóta is töretlenül, tele energiával viszi mind a két körzetet, ameddig megtaláljuk, vagy doktor úr megtalálja a megfelelő gyógyát. Addig viszont nagyon sok egészséget, nagyon nagy kitartást, és sok erőt kívánok neked. Nem kell bemutatnom, dr. Balikó Katalin. A doktornő 1980-ban szerezte meg diplomáját a Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen kiváló minősítéssel. Csengelén 1982 óta fogorvos, immáron 33 éve. 1984-ben fog- és szájbetegségek szakorvosi vizsgát tett, 2003-ban pedig Európai Uniós fogorvosi végzettséget szerzett. Mindezek mellett mindig igyekezett a lehető legjobb módon ellátni betegeit, és hogy még inkább elősegítse ezt, töretlen hittel és lelkesedéssel hozta létre az új fogorvosi rendelőt, mint közintézményt. Szakmájában eltöltött 35 évének elismeréséül címzetes főorvosi címmel tüntette ki a Szegedi Tudományegyetem orvoskari szenátusa, amelyhez őszintén gratulálunk. Elismerő oklevél Csengele község nevében dr. Balikó Katalin részére, aki orvosi munkájáért kiérdemelte a címzetes főorvosi címet. Elmentek mellőlem.
doktornőknek sok erőt, hitet és kitartást kívánok a munkásságunk folytatásához, és kívánom, hogy legyenek még sok-sok éven át csendelek, kedves doktornőim. Zoli, nem készültél rá, gyere fel, légy szépen. Tudatosan nem is beszéltem egész este róla, de mondom, ide légy szépen. Meglepődtél. Círok Zoltán. A 2015-ös év Csengene történetében valóban mozgalmas, hiszen nemrégiben volt 20 éves a sportnapunk, a népdalkörünk és a citere zenekarunk. És elérkezik a fúvó zenekarunk köszöntésének az ideje is. A zenekar története szervesen összefor Cilok Zoltán nevével. Tevékenységének kezdete 1993-ig nyúlik vissza, amikor is elkezdte munkásságát énekszakos tanárként Csengenén. Részfúvós tanárként az éneklés és a dalolás megszeretetése volt a cél. Először egy furulya csoportot hozott létre, a gyerekek egyre inkább érdekelte a zeneoktatás, így egyre többen már részfúvós hangszereket is kaptak. Így vált a furulya csoportból először részfúvós együttes, a részfúvós együttesből pedig szépen lassan a már jól ismert részfúvós zenekar. Ezt a munkásságot szeretnénk most tisztelettel megköszönni, és a folytatáshoz sok erőt és energiát kívánni. Kívánom, hogy még sok éven keresztül vezesd ezt a csodálatos zenekart. Az elismerő utalélen ez áll. Csengele község nevében, Cilok Zoltán részére, aki munkájával nagy mértékben hozzájárult Csengele kulturális életéhez. Szóval én gratulálom neked! Egy valamit nem szabad elfelejteni, hogy minden jól működő férfi mögött van egy hölgy is, úgyhogy ne felejtsd el, hogy Zsuzsi az, aki megfelelő házasságban biztosít a számodra. Csengelei volt, mert azt mondták a kémeim, hogy ő a száraz bort szereti, és Csengelei olyan nincs. És az én ünnepélyes pillanatok után Csengele község önkormányzata és képviselőtestülete nevében minden megjelentnek, illetve minden csengeleinek nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok, és akivel addig nem találkozunk, annak nagyon boldog új évet. Ezen felemelő pillanatok és gondolatok után elkezdjük a karácsonyi hangversenyt, mely kissé más lesz az előző évjelkhez képest. Hát polgármester úr már lelőtte a poén, de azért elmondom, hogy Csengelén 1993 óta van furulya oktatás,
A részfúvós hangszerek tanítása és a fúvós zenekari játék alapjaival való ismerkedés viszont 2 évvel később, éppen 20 évvel ezelőtt kezdődött. Ezért a mai jubileumi rendezvényen az elmúlt időszakot idézi fel a Csengelei Fúvós Zenekar a régi zenekari tagokkal, barátokkal és ismerősökkel. Cirok Zoltán 1 hónappal ezelőtt megfogalmazott leveléből idézek most, ami a volt zenészekhez szólt. Kedves Csengelei volt fúvós zenekari tagok! Néha az ember a mai rohanó világban eljut arra a pontra, amikor megáll parancsol magának, és átgondolja az eddigi életét, munkásságát. Egy pár hónappal ezelőtt én is így tettem. Elővettem régi, megkopott fényképeket, film és hangfelvételeket, melyekből kiderült, hogy Csengelén a fúvószenének nem csak fényes jelene van, hanem igen komoly múlttal is rendelkezik, hiszen az első lépések ezen a téren körülbelül 20 évvel ezelőtt történtek. Jó volt a régi emlékek közt felidézni a múlt történeteit, elmesélni a fiatalabbaknak a jobbnál jobb korukat. Ezért a Művészeti Iskola vezetésével egyeztetve úgy döntöttünk, hogy az idei karácsonyi hangversenyt, ami december 23-án szerdán este 5 órakor lesz a Faluházban, az elmúlt évek emlékeivel fogjuk színesíteni. Felidézni a múltat viszont azokkal lenne jó, akik ott voltak, átélték a történeteket, részesei lehettek a sokszor szigorú hangulatú próbáknak, vagy a sokkal jobb hangulatú szerepléseknek, táboroknak, buliknak és az esetleges külföldi utazásoknak. A felhívásra érkező 31 pozitív visszajelzésből kiderült, hogy a találkozó megszervezését nem csak jó ötletnek tartják a régebben itt muzsikáló hangszeresek, hanem sokan már hiányolták is. A hangverseny előtt előkerültek a régi hangszerek, és el is próbálták közösen a fehérvári indulót. Ezt majd a rendezvény utolsó műsorszámaként fogják bemutatni. A hangverseny előtti fél órában pedig láthattak egy 27 perces Molnár Mihály által összeállított DVD-t, ami az elmúlt 2 évtized zenei munkásságát idézte fel. Az első műsorszám felkonferálása előtt felhívnám a figyelmet, hogy a műsorszámok közben a kivetítőn olyan fényképeket fognak látni, amelyek az elmúlt 20 év emlékeit idézik. Azonban mindenkit arra kérek, most foglalkozzunk elsősorban a jelennel. Nézzék, hallgassák meg a mai korosztály műsorát, tapsolják meg őket, mint ahogy azt a régi időben is megtették, és azután majd egy szabad, kötetlen beszélgetésen felidézzük, hogy miként is volt az annak idején. Az első műsorszám pedig Biszkup bátran előreinduló. Előadják a Csengelei Fúvószenekar és a Napfény Mazsoret csoport. A táncos lányok koreográfiáit Csáki Klaudia és Cirokné Krizsán Zsuzsannal készítették és tanították be. Vezényel Cirok Zoltán.
következik Jakob de Haan Discovery Fantasy című műve. Többek közt ezzel a darabbal is készül a zenekar a jövő évi nemzetközi zenekari versenyre, amit a szerbiai Zrenjaninban, magyar nevén Nagybecskereken rendeznek júniusban. A mű több tételes, az együttes eddig a fő témát, az első variációt és a finálét tanulta meg, most ezeket szólaltatják meg. Kérem, fogadják szeretettel!
És most újra mazsorettes produkció következik. Borsai Samu katonavér indulójának hallgatása közben élvezhetik a legkisebb lányok a mazsorett csoport látványos közreműködését. Impression. A szerző a címben Mozart szülővárosára utal, a darabban is Mozart dallamok csendülnek fel. This is Redford,
modern hangzás világában. Előadja a Csengelei Fúvószenekar Cirok Zoltán vezényletével. Thank you.
A következő percekben egy igen mozgalmas műsorszámot láthatnak és hallhatnak. Terry Kenny brit zeneszerző új keletű, de már is igen népszerű Zigzag Rock című művének előadásában újra a Kicicák Mazsoret csoport működik közre. Működött az 1900-as évek elején a 20. századi reg, eredeti nyelven the 20th century reg című művével és az új évszázadot köszöntötte. Robert Recker hangszerelésében csendül fel a darab, melyben közreműködik az ifjúsági Mazsoret csoport. Thank you.
együttes vezetők számára egy nagyon kedves hagyomány, hogy köszöntik azokat a zenekari és mazsoret csoporttagokat, akik 10, illetve 15 éve erősítik a csapatok munkáját. Idén két mazsorettes és két zenekaros is 10 éves jubileumi ajándéktárgyat vehet át. Ők pedig Hajagos Henrietta, Hegedűs Nóra, Tóth Andrea és Kormányos Adrián. Kérjük őket! Részesült elismerésben 10 és 15 éves munkájáért, most először fordul elő ilyen, hogy újabb állomáshoz érkezett a két zenekari tag. Kérem Bánhidi Bernadettet és Vörös Józsefet, vegyék át a 20 éves megköszönni a 20 évet, és reméljük, hogy még legalább 20-at együtt fogunk muzsikálni, táncolni, meg egymás. Egy nagy tapsot aztán megérdemel. Éves adókapok egy nagyon kellemes dolog, ami történik. Azonban visszakérjük Cirok Zoltánt a színpadra, mert felcsendül hamarosan az American March Highlights című mű, ami több népszerű amerikai indulót vonultak fel Kurt Sorbon összeállításában. A mellette látható mazsorett produkció sem mindennapi, hiszen a kicicák és az ifjúsági mazsorett csoport egymást váltva táncol.
akar pihenőt kap. Ugyanis novemberben a kisteleki idősebb vándor Rudolf Hugor zenekar emlékhangversenyén lépett fel az ifjúsági mazsorett csoport az ottani zenekar kíséretében. A jól sikerült előadást önöknek is szeretnék bemutatni, ezért a kisteleken készült hangfelvételre fognak táncolni. Naohiro Iohai az 50-es, 60-as évek legkedveltebb slágereit dolgozta fel az American Beauty című művében, ezt fogják hallani.
Carl L. King, az amerikai induló koronázatlan királya, Lexington March című zeneszáma következik, James Swearingen hangszerelésében. Előadja a Csengelei Fúvós zenekar a Szivárvány Mazsolett csoport közreműködésével. Slágere volt a YMCA című diszkószám, amit nálunk az Irigy Hónajmirigyben felejthetetlenné. A zenekari átiratot Larry Norednek köszönhetjük. A Csengelei Ifjúsági Fúvószenekar élén Szirok Zoltán, a műsorszámban az Ifjúsági Mazsolett csoport is szerepel.
közös zenélés előtt kérjük a megjelent World Fúvó zenekari tagokat, hogy vegyék át ajándékaikat Kormányos Sándor polgármester úrtól és Tirok Zoltán fúvószenekar vezetőtől, amit a mai nap emlékére közösen készítetett a Művészeti Iskola és az Önkormányzat. Mivel ezek névre szólóak, arra kérném a volt zenészeket, hogy amint szólítjuk őket, ABC sorrendben, ami egyébként az ülésrend is, jöjjenek és vegyék át az emléktárgyaikat. Tehát következzenek sorban Árvai Kitti, Bagi Róbert, Combos Regina, Csáki Dávid, Csáki László, Dóci Orsolya, Erdélyi Otília, Gombai Éva, Gyovai Mónika, Gyovai Renáta, Rudolf, Kis László, Kucsora Péter, Kuklis Marian, Lantos István, Mészáros Máté, Mutel Kata, Bence, Novák Balázs, Pancs Zoltán, Tímicki László, Rácz Roland, Rémi Virág, Susánszki Zoltán, Szabó Béla, Szépnapi Lili, Törtöly Vivien, és Víg István. Soraiban ülnek olyan tagok is, akik most is vállalták a szereplést, nem csengelejek és egyéb elfoglaltságok miatt egyre ritkábban tudnak próbákra járni, de régebben aktív muzsikusként folyamatosan segítették az együttes munkáját. Őket is szeretném köszönteni.
Kérjük, vegyék át ők is az emléktárgyaikat. Szólítom Magyar Norbertet, Farkas Tamás, Akár Zoltán, és Hakróra Györgyöt. Most kérjük a Volt Fúvós zenekari tagokat, foglalják el helyüket a színpadon, és készüljenek fel a Várva Vár Fehérvári induló eljátszására. Amíg ez megtörténik, szeretném elmondani, hogy a mai rendezvény, mint azt a műsor elején is elmondtam, egy kicsit más, mint az eddigi karácsonyi hangversenyek, és ez az esemény zárásában is meg fog nyilvánulni. Most nem lesz kocintó a hangverseny után az oldalsó teremben, hanem az Öreg Balon vendéglőben várjuk a külön név szerint meghívott díszvendégeinket, a Volt Csengelei fúvószenekarosokat, az önkormányzat képviselőtestületének tagjait és hozzátartozóikat, a rendezvény fellépőit és segítőit egy vacsorával egybekötött kötetlen beszélgetésre. Kérem, hallgassák meg Müller József jól ismert fehérvári indulóját, melyet szeretnék mindenkinek kellemes, áldott ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánni.